legyen a központi hatalom és a helyi hatalom szövetségese egymásnak. Idén Fehérváron szervezték a helyi önkormányzatok napjához kötődő ünnepséget, mint a közigazgatási és területfejlesztési miniszter ünnepi beszédében fogalmazott, egy ember öltő telt el azóta, hogy a tanácsrendszert leváltotta az önkormányzatok demokratikus rendszere. Az időben előre haladva pedig 35 év alatt sokat csiszolódott a mindenkori kormányzat és az önkormányzatok közti viszony. Abban azonban egyet kell értsen mindenki, hogy a központi és helyi hatalom szövetségesei kell legyenek egymásnak. Hétköznapi döntések kapcsán is partnernek kell lenni, és térségi szemléletben gondolkodni, fogalmazott Navracsics Tibor. Én abban bízom, hogy ez a minisztérium, amelynek a létereményeink szerint másfél évig még garantált, aztán majd meglátjuk, hogy az éppen aktuális döntéshozók hogyan döntenek, elindítja és meg tudja erősíteni azt a hagyományt Magyarországon, amely az önkormányzatok számára is a térségi szemléletet, annak pénzügyi támogatását, a térségi fejlesztéseket, és ezáltal egy okosabb munkamegosztást, okosabb forrásmegosztást tesz lehetővé, támogatva polgármester úr optimista szavait, reményeink szerint a finanszírozási struktúra átalakításával is, serkentve az együttműködő önkormányzatok körét. Mi mindig szövetséget kérünk, és szövetséget is ajánlunk az állam irányába is. Az ünnepségen Fehérvár polgármestere arról beszélt, hogy a következő évek egyik legfontosabb kérdése az önkormányzati feladatkörök rendszere lesz. A városvezető meggyőződése, hogy az önkormányzatok több feladatot is el tudnának látni, amit a COVID-járvány kezelése, a menekültek segítése és az energiakrízisre adott helyi válaszok is bebizonyítottak. Kérdésünkre, hogy az állam a jövőben megreformálja a helyi iparűzési adók rendszerét. Csepakovics András kifejtette, erről nem történt egyeztetés eddig sem a fehérvári önkormányzattal, sem pedig a megyei jogú városok szövetségével. Ugyanakkor a jövő évi költségvetés még csak most kerül a parlament elé. Az határozza majd meg az egyes önkormányzatokra vonatkozó támogatások, illetve a helyi adók szabályai mit tartalmaznak majd. Szerintem az élet sok területén át lehet nézni, hogy mi az, amit a települések talán jobban el tudnának látni. Másrészt pedig, hogy ezt milyen forrásokból teszik, az működtetésben és fejlesztésben egyaránt nagyon fontos, és hát ennek egyik legnagyobb kérdés a helyi adóbevétel. A helyi adón belül az iparüzési adó, ami egyrészt függ nyilván az ipar teljesítményétől, a gazdaság növekedésétől, ennek ütemezésétől, ütemétől, és hát nyilván nagy kérdés ezen belül a szolidaritási hozzárulás, hiszen ez a legnagyobb gazdasággal, iparral, ezáltal adóbevétellel rendelkező településeket, mind amilyen szerencsére a mi városunk is érintik leginkább. Nekünk nagyon nem mindegy, hogy ebben mi a jövő. A polgármester hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás későbbi regionális felhasználása már közelebb állna a területfejlesztési miniszter által is említett térségi szemlélethez.